Megdöbbentő állításokat tartalmazó cikket közölt a The Washington Post. A lapon kiszivárgott titkos pentagon anyagokra hivatkozva azt írta, hogy Volodymyr Zelenszky fel akarta robbantani a barátság vezetéket, hogy csapást mérjen Magyarországra. Az ukrán elnök korábban már Oroszországban is csapásokat hajtott volna végre, annak ellenére, hogy azt ígértem, a nyugatról kapott fegyvereket nem használja Ukrajnán kívül. Ezzel a témával folytatjuk. Így van, itt van már velünk Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! ilyenkor, amikor kiszivárognak ilyen típusú dokumentumok egy háború kellős közepén, vagy közben éppen zajlik egy háború, akkor az embernek azért csak szöget a fejébe, hogy miért pont így, miért pont most, miért pont ott, ahol szivárogtak ki ezek. Hát igen, hogy most Zelenszky elnök úr éppen egy nyugat-európai, hát Látogatás. Látogatáson vesz részt, ahol politikai támogatást, pénzügyi támogatást, fegyvert igyekszik még szerezni, tehát ugye neki elem érdeke, hogy az ukrán ügy Ukrajnának a honvédő háborúja az ne fulladjon bele a többi hírbe. Ugye most már 15 hónapja tart ez a borzasztó konfliktus tőlünk észak kelet irányban, az európai társadalmak egy része már nem igazán érdeklődik olyan szinten, mint amennyire sokkoló volt. Sőt, az, az amerikai is. Évvel talán. Ezelőtt. Ez egy másik történet, az Egyesült Államok az önmagában komolyabb támogató, mint Európa úgy, ahogy van, de nagyon fontosak az európai támogatók is, különösen az Egyesült Királyság, amelyik ugye éppen most jelentett be egy újabb ráadásul most már nagy távolságú fegyvereket is tartalmazó Rakétel, csomagot. Tehát és viszont például harci repülőt nem akarnak adni, azt mondják. E, igen, egyrészt szerintem nekik sincs elég, tehát ugye az európai légierők jelentős csökkentéseken estek át, Ugye a britek pont most egy nagy átszervezésen estek túl, tehát a tornádók nagy részét már kivonták, a Typhoon program kicsit megcsúszott, az F-35-ös programnál is vannak ilyen kezdeti Problémák, tehát a briteknek sincs elég, plusz ugye itt az is meg, megfontolandó, hogy iszonyatosan komoly idő, amíg átképzik ezekre a típusokra az ukrán pilótákat. Például ezért volt a vihar árnyék, vagy ugye a Storm Shadow robotrepülőgép egy jó döntés, mert azt a MiG-29-es alá is alá lehet pakolni. Egyébként visszatérve egy picit még Zelenszkij kijelentésére, csak kiszivárgott Pentagon iratokra, nem cáfolta senki ezt a ukrán részről, hogy valóban -e elhangzottak ilyen kijelentések. A kérdés az az, hogy nem sérti ez különböző nemzetközi kötelezettségeit mondjuk a NATO-val kapcsolatban például, a, tehát a, pontosabban Ukrajnát nem nyilván, melül nem NATO tagok, csak szeretnének azok lenni, de hogy például Magyarország szempontjából, amely egy NATO tag, ez nem nevezhető-e támadásnak például egy ilyen kijelentés? Most egy ország a saját területén felrobbant egy vezetéket, az független attól, hogy magyar gazdaság érdekeket sért, az nem Magyarországon egy támadást. Most ugye itt kérdés, hogy ez így elhangzott-e, Arról is beszél, hogy nem történt meg. Ráadásul ugye az ukránok ennél sokkal egyszerűbb módszert is választhatnak, simán el is zárhatják a csapokat. Mondhatják azt, hogy ugye az oroszok most már gyakorlatilag tavaly október óta folyamatosan lövik az ukrán elektromos infrastruktúrát, és mondhatják azt, hogy hoppá, egy olyan rövid zállat alakult ki, vagy olyan látási probléma, hogy pár napra nem tudjuk üzemeltetni a vezetéket. Ez Ukrajnának is eleme érdeke egyébként, hiszen ez a, a transferért maga. a mai napig súlyos pénzeket kap. Az teh... ukránoknak, a szlovákoknak is, tehát az ukránok Persze. saját maguknak is ártanának, tehát nem csak Magyarországnak is, mellesleg a szlovákoknak is. Igen, és mondom, hogy ez így hangzott el, az se kizárt, hogy igen. Tehát ugye gondoljunk bele, hogy Zelenski elnök micsoda stressz alatt van, ugye a háború első napjában vadáztak rá, az orosz különleges erők katonai próbálták elfogni, de még inkább meggyilkolni, azóta is egy háborút vezet, naponta rengeteg ember meghal, irgalmatlan károk érik Ukrajnát, még az sem kizárt, hogy mondott ilyet, ugye az ukrán adminisztráció viszont, ugye a kollektív bölcsesség az minden ilyet megakadályoz, Tehát nagyon sok minden mond egy politikus, pláne zárt körben, ami nem kifelé van, és ami sosem lesz szerencsére megvalósítva, ez nem csak Zelenszky esetén van, így minden más politikus esetén is. De ennek viszont... lehetnek politikai következményei, ugye abból a szempontból, hogy Magyarország mégiscsak befogadott rengeteg ukrajnai menekültet például, és az a kérdés, hogy politikai szempontból, akár kommunikációs szempontból, hogy mondta, nem történt meg a dolog, amit ő elvileg mondott, de hát azért politikai szempontból nem biztos, hogy egy jó üzenete van egy NATO tagország felé, ha ilyet mond egy elnök? Vagy felmenti az, hogy a háború miatt stressz Most ugye megint ott tartunk, hogy mondta egyáltalán, ha mondta, milyen kontextusban mondta. Biztos, hogy ezt is megvizsgálták lehetőségként. Tehát egy kormányzati szintű döntéshozatalban minden forgatókönyvre fel kell készülni. Ország azt is megvizsgálták, mi van, az oroszok állítják le a szállítást, azt is mi van, az oroszok hajtanak végre szabotást és azt mondják, hogy az ukránok voltak, nyilván azt is, ha ők szabotálják a vezetéket, tehát egy államnak minden ilyesmit le kell modellezni, a szakemberek megnézik a lehetséges forgatókönyveket, a lehetséges kimeneteleket, és azok alapján döntenek, hogy mi a leghelyesebb döntés. Tehát még az sem kizárt, hogy ilyen szkenáriót megvizsgáltak az ukránok. A döntéshozatali megtörtént. szempontból az a lényeg, hogy arra jutottak, hogy nem bántják a vezetéket. Egyébként, ha most nyilván ez egy teoretikus dolog, eljátszunk a gondolattal, ez fikció most, de hogyha megtörtént volna ez a dolog, és felrobbantják valóban a, a vezetéket, annak milyen politikai vagy egyéb következményei lehettek volna? Hát ugye ez nagyon sokféleképpen meg lehet csinálni, kezdve azzal, hogy mondhatták volna azt rezenést, hogy az oroszok voltak. Miként ugye az oroszok is mondhatják Rezenés azt, az ukránok voltak úgy, hogy esetleg ők tették meg. Tehát ugye ebben a háborúban, amit megtanultunk, hogy ez a háború legalább olyan szinten zalik a kommunikációs hadszintérben, mint bárhol máshol. Ugye Magyarország a energiabiztonság azért nem egyetlen egy lábon áll. Tehát alternatív utakon az Adria felől a szükséges kólaj mennyiséget be lehet hozni, csak nyilván drágában. Tehát a magyar gazdaság nem gondolom, hogy megroppant volna, Pláne, hogyha ezt fedett műveletként teszik meg, lásd, ami az északi áramlatnál történt, nagyon nehéz megmondani, hogy ki volt az elkövető. Tehát nyilván senki nem fogja azt mondani, és én voltam. És mondom még egyszer, az ukránok sokkal egyszerűbben is megoldhatják ezt a kérdést, mint egy robbantással. Tehát mondhatják azt, hogy egyszerűen nincs áram a szivattyúk üzemeltetésére. Említettem részben ugye itt a, a, beszélgetés kapcsán is itt a kőolaj vezetékkel összefüggésben, hogy Ukrajna szeretne a NATO tagjává válni, viszont a legtöbb elemző, akitől olvastam ezzel kapcsolatban gondolatokat, mind azt mondja, hogy ez nem realitás. Most ezt ön is így gondolja? Ez abszolút így van, tehát ugye a NATO tagja olyan ország, amelyik kezük az, hogy nem szuverén, tehát a saját területét nem ellenőrzi harcban áll egy másik országgal, most gondolunk bele bevenni a nato ukrajnát és rögtön háborúba lekeveredni az ötödik cikkel alapján, ugye az Oroszországi Föderáció, Moszkva ezt pontosan tudja. Tehát amikor szétesett a Szovjetunió, az oroszok úgy vonultak ki, hogy ahol lehetett káoszt hagytak maguk után. Ugye Moldvából leszakították a transznisztél köztárságot, Georgiából, akkori nevén Grúziából leszakították, déloszétiát, abháziát, ugye tevőleges részük volt abban, hogy Örményország, Azerbajdzsán egymástorkának ugor a hegyi karabak kapcsán. Tehát az orosz nagy stratégia már a 90-es évek legelején úgy vonult, hogy pontosan tudták, hogy ők ide vissza fognak menni. Tehát Oroszország átmenetben nőtt el ezeket a területeket, és Moszkvának ezért volt nagyon fontos a Krím elszakítása, meg a Dombasz elszakítása, onnantól kezdve, hogy ezt a két területet szeparatista erők ellenőrzésük alá vonták, onnantól kezdve Ukrajnának elszállt az esélye a NATO tagságára. Ez egy orosz nagy stratégia, és sajnálatos módon kiválóan működik. Még egy dologról beszéljünk, a viszonylag friss hír, de hát nyilván erről többször szó volt, de most Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is erről beszélt, hogy ha béke lesz, majdan egyszer, akkor annak a feltételeit egyértelműen Ukrajnának kell diktálnia. Reális ez? Diplomáciailag? Nehéz megmondani, mi a realitás. Nem valószínű azért csak Ukrajna diktálja, tehát nyilván, ha béke lesz, abban mind Oroszországnak, mind Ukrajnának bele kell menni. és a legnagyobb probléma itt van, hogy egyelőre a hivatalos orosz meg ukrán álláspontok, illetve az ukrán közvélemény meg az orosz közvélemény álláspontja alapján nem nagyon van olyan közös metszet, amiben a két fél jelen pillanatban meg tud állapodni. Ugye ezért mondja azt a legtöbb szakértő, hogy az idei évben talán az év végére van esélye egy tűzszünetre, de tartós békére nem nagyon látszik esély. Ebben a kínai mondom. béketerv az mennyire reális, hogy itt belátható időn belül valamilyen fajta erőt kap és e, Nyilván Kína is próbálkozik, neki óriási siker lenne, hogyha az ő közvetítésével jönne létre Európában akár csak egy tűzszünet, hiszen ezzel a saját világpolitikai súlyát tudná, nagyon eladni külföldre. Hát Amerika nem örülne, gondolom. Amerika, nem vagyok benne biztos, hogy nem örülne neki, tehát hogyha itt béke lenne. A nagy kérdés az, Kínai hogy... Kínai vezetéssel lesz, is? Okay. Kína sem tudja ezt egyedül megtenni, tehát itt lesz egy tényleges béke, megállapodás, vagy akár tűzszünet, nyilván oda fog ülni a tárgyalosztó, az Európa képviselő, oda fognak ülni a kínaiak, az amerikaiak, meg a két hadviselőfél. Ebben az esetben talán van esély egy tartósabb megállapodásra. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm.